Azzal, hogy a Nyíregyháza Spartacus feljutott az NB1-be, a klub második csapata lehetőséget kapott arra, hogy az NB3-ban induljon. A tavasszal még megye egyes együttes irányítását Török László vette át, aki egy olyan csapatot igyekezett kialakítani, amelyik megállja a helyét a harmadosztályban. Nagy átalakuláson mentünk keresztül, sok játékos távozott, sok játékos érkezett is, sok próbajátékosunk is volt, és úgy alakítottuk ki a keretet nagyjából az első forduló előtt egy héttel, hogy meglegyen az a 18 plusz 2 plusz 3 fő, akivel végig tudjuk vinni ezt a bajnokságot. Nem volt könnyű, mert meg kellett válni saját nevelésű játékosoktól is, de azért zömében a keretnek azért maradtak, és ugye igazolni kellett játékosokat is, és arra törekedtünk, hogy legalább NB3-as felnőtt mérkőzéseik már legyenek. És ezek is fiatalokról beszélek, tehát jelen pillanatban a keretünk 2005, 2006, 2007 és 2008-as játékosokból áll. Úgyhogy ez egy roppant fiatal keret. A Spari 2 eddigi mérlege egy győzelem, egy döntetlen és három vereség. Ezzel a csapat a 15. helyen áll a tabellán. A szakember szerint a fiatal játékosok számára minden mérkőzés egy tanulási folyamat része. A hiba százalékot, a hibát a lehető legkisebbre kell csökkentenünk, mert ugye megbosszolja magát kegyetlenül, még ebbe az osztályba is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a srácok ezt felfogták. Vannak állandó visszajátszóink is a felnőtt csapattól, amivel ugye azzal a 3-4 fel mindig kiegészülünk. Ők majdnem szinte mindig játszottak eddig. Egy-két játékossal szoktunk még kiegészülni, amit nyilvánvaló, hogy Tímár Krisztián és stábja meghatároz, hogy esetleg kinek van szüksége rehab után felépülésre, vagy játékra, játékpercre, vagy éppen ugye azért kell játékperc, mert még ugye nem kapta meg a NBS mérkőzéseken azt a terhet, és ez teljesen normális, így működünk együtt. Az mindenféleképpen figyelemre méltó, hogy 9 játékos mutatkozott be eddig az NB3-ba, akinek eddig még nem volt felnőtt mérkőzése. 9 fiatalról beszélünk, ugye ebből a 9-ből ugye Harman Levik az egyik a kapus, másik pedig például Kalán Ádám, aki 2008-as születés, és múlt héten már bajnoki mérkőzéssel játszott. Az NB3 északkeleti csoportját a Deac vezeti 15 ponttal megelőzve a 12 pontos Tiszafüredet. A Sényű a 10., a Máté Szalka a 11., a Kisvárda pedig a 13. helyen várja a folytatást. A 6. forduló párosítása a következő, Nyíregyháza Spartacus 2 Füzesabony, DVTK 2 60, Putnok Salgótarján, Deac Tiszaújváros, Máté Szalka Cigánd, Sényű Karcag, Tiszafüred DVSC 2 és Eger Kisvárda 2.